Lehet, hogy a legerőteljesebb támadás Magyar Péterrel szemben, amit a propaganda elképzelhet most így az első szakaszban. Ezért nagyon nem mindegy, hogy hogy jön ki ebből a, a konfliktusból. Ugye a kérdés az az, hogy volt-e családon belüli erőszak, és hogyha volt családon belüli erőszak, akkor ezzel azt gondolom, hogy Magyar Péter mozgalmának úgy vége is van.